A rossz idő ellenére is nagy érdeklődés mellett zajlott le a Rákosmenti Hóferjekő óvoda hagyományos családi napja. Entóth Katalin intézményvezető elmondta, hogy minden évben jelentős előkészítő munka előzi meg a rendezvény létrejöttét. Mi az óvoda éves munkatervét tervszerűen, szervezetten alkotjuk meg, amiről tájékoztatjuk a szülőket, mindenki rá tud szervezni, mindenki tudta már augusztusban, hogy a mai napon lesz ez az esemény, tehát nem csinálnak családi programot, mert van idő átgondolni nekik a napot, a család programjához tudják egyeztetni. És azt gondolom, hogy bennünket, mint lehet látni, az idő sem szokott megzavarni, mert két programmal készülünk, kinti programmal és benti programmal. Ez megnyugtatóan hat a szülőkre, mert tudják azt, hogy tervszerűen úgy szervezzük, hogy ha esik, ha fúj, akkor is jöhetnek a gyerekeikkel. A szervezők idén is számtalan programmal készültek, így még a gyerekek kipróbálták a tornaszobában felállított készségfejlesztő játékokat, valamint részt vettek a különböző kézműves foglalkozásokon, addig a szülők az udvaron, bográcsban főzték meg az ebédet. A helyszínen tiszteletét tette Horváth Tamás polgármester is, aki kiemelte, azért számítanak fontosnak ezek a rendezvények, mert így az intézménybe járó gyermekek hozzátartozói közvetett módon nyerhetnek betekintést az óvoda működésébe, továbbá a közösségépítési szándékot is segítheti. Egyrészt a közösség nagyon fontos, ugye az, hogy a gyermekek és a szülők is megismerjék egymást, azért az intézményi családi napok erre nagyon hasznosak, és minden évben ugye cserélődik a gyermek létszám is, de úgy új szülők is kerülnek be az intézménybe, és hát a napi folyamban nem lehet kapcsolatot létesíteni, hiszen reggel kiteszik a gyermekeket, este hazaviszik. És ez arra jó, az a hétvége itt, hogy megismernék esetleg jobban egymást, aztán akár barátságok is adódhatnak ebből, de mindenképpen az a lényege, hogy a közösséget valamilyen módon építeni kell, és ez nagyon jó alkalom arra. A Hóferjekő óvoda mindig is nagy hangsúlyt fektetett a szülőkkel való szoros kapcsolattartásra, akik Farkas Attilához hasonlóan hosszú évek óta örömmel vesznek részt a jelenlegihez hasonló összejöveteleken. Az édesapa rámutatott, mind az ő gyermekéről elmondható, hogy az intézmény kötelékébe tartoznak, vagy tartoztak valamikor. 12 éve folyamatosan jelen vagyunk az óvodában, és ez alatt a 12 év alatt szerintem 2 darab családi napot hagytunk ki más program miatt, igazából betegség miatt. Igazából élvezük mindig ezeket, a gyerekek is élvezik. A legkisebb még ide jár, ugye, de a többiek is örömmel jönnek vissza. Aki tavaly kezdte az iskolát, ő rögtön, amikor fölmerült, hogy az óviba családi nap, rögtön újongott, mondta, hogy Rudó néni ott lesz, és akkor jön ő is. Természetesen úgy, hogy szeretjük, és jövünk mindig, amikor csak tehetjük. Ezúttal is a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és pedagógusainak közös trombita játékát követően kerültek kiosztásra az úgynevezett köszönetdíjak, amelyek odaítélésével 2004 óta fejezi ki háláját a kisgyermeknevelő létesítmény vezetése azoknak a dolgozóknak, szülőknek, illetve a lakó környezetben élő egyéb személyeknek, akik sokat tettek az óvodáért. Az elismeréseket Mecseki Hargita, Rákosmenti szobrászművész ajánlotta fel, az átadásban pedig Horváth Tamás polgármester, valamint Entóth Katalin óvodavezető működtek közre. 2023-ban Bali Judit óvodai Dajka, valamint Lovasi Gabriella óvodatitkár vehették át az intézmény saját alapítású díjait.